Szerbusztok, sziasztok, hello, szia, áldjon meg az Isten, legyél szerencséve, szia! Szia, ez nagyon Zsuzsi atyásra sikeredett. Üdvözöllek téged itt a Chain Place csatornán, és még mielőtt bármit is elkezdenék, veresél egy feliratkozást, ha majd tetszett a videó, azt nyomassál egy lájkot, mert ha nem meg leszel találva, az meg leszel verve. Na de nem ez a lényeg, hanem az, hogy ez itt a Chain Place YouTube csatorna, itt gameplayek szoktak lenni, és szokott ilyen két hetente elvétve, amikor van éppen hozzá motivációm és kedvem, reakció videó is lenni, ez a harmadik része, amúgy ezt nézitek a legtöbben, a gameplay-eket megnézitek öten, de hát nem baj, majd biztos egyszer többen is megnézitek, hogy egyszer befutott sztár leszek, ha, és akkor ide csatolnám azt is, hogy vasárnap jön ki az új zeném 26-án, a Megyek című dalom, ami a Flashes albumomon, ami a Flashes című albumomon található, a Spotify-on, csak az hallgathatta addig azt a dalt, aki Spotify-on is ott van, de most már YouTube-ra is fölkerül ez a dal egy klippel. Na de nem ez a lényeg, hanem folytatjuk a reakciós videó sorozat, vagy a reakciós videós sorozat harmadik részével ezt a sorozatot, ezt nagyon megaszontam, na de hogy a lényeg az, hogy folytatjuk ezt az egészet, és közben, bocsánat, ti ezt nem, most a jó, felvágom nektek magamat oda a jobb felső sarokba, hol már ott lesz a pofám, és zenére szoktunk amúgy ebben reagálni, a magyar zenei ipar legjobbjaira. Hagyok időt. Vannak jók, ez tény, de nekem már túlságos, nem volt már a fogunk amúgy reagálni, más néztem ki most nektek, ami amúgy nekem is tetszik, tehát olyanra szeretnék reagálni, ami nagyjából tetszik, de nem csak így félfüle hallottam még bele. Herceg zenére fogunk reagálni. Itt hát ugye nagyon jó kis Volmárok, meg Tédani van. Ővel egy külön részt szeretnék csinálni, mert neki most jött ki az albumja, tegnap este. És amúgy nagyon jó lett tőle ahhoz képest, nagyon sokat változott stílusban a srác, vagyis hát visszatért egy kicsikét az UG-re Dani, úgyhogy majd ezt megcsekkoljuk. A Csavargót már gondolom mindenki ismeri. Azariától is most dobódott ki amúgy az introverte. Amúgy annyi promót adok nektek, gyerekek, hogy majd ti fogtok nekem fizetni. Na de ez meg itt a Manuel, végig rohadt sok Manuel, és itt van az, amire szeretnék most reagálni, ez a Herceg, te fit Mis, Misike. Előadásában hallható ez a dal, 9 napja jött ki, és szerintem sokkal több figyelmet érdemel, úgyhogy ezért is fogunk erre reagálni, bár nem, mint hogyha az én videóim annyira nagyon sok emberhez jutnának el, de nézzük meg akkor. Az Oral-B reklámot. Tisztaság érzése. Mostantól otthon is átélheti az Oral-B Ájóval. Hatékonyabb tisztítás a tisztább fogakért és az egészségesebb fogért. Kurva jó. Csupán ennyire van szükség, hogy átélje a lenyűgöző tisztaság érzése. Az olyan tiszta lesz, a fogad, hogy behúgyozol, hallod? Ez már beszél helyetted, ez a fogkefe. Na! Jó a téma, már most tetszik. Ő a párja, ha jól tudom, ugye? Lehet, hogy néha távolodunk egymástól és tovább, szeretnénk lépni. Nagyon jól meg van csinálva a klip. De amit egymásért érzünk, azt én soha már nem akarom mással átélni. Tudom, hogy letiltottam, de engem megölöván. Nagy zene, ez az igazi reggaeton. Itt szolgatok, hallgattam már. Ide jutottam. Ez az igazi Herceg, ő hozza ezt az igazi külföldi flow-t. Maluma itt van. De jó. Jó ez a tűz. Cucca kezem. Bólogatok rá, rendben van, nagyon. Zsá! Te kell lesz. Te kell lesz. Jó, nem, bocs. Énekeljön, hogy jöttem. Gondoltam, hogy Misi lesz majd az úgymond az éjszaka, vagy a hideg benne, a jég. De fontos volt nekem, hogy ne csak a pénzemnek lásd. Én rossz életbe
Nagyon jól meg van csinálva a klip. Jó a téma. A kitaláció, nagyon jó. Nem lehet érteni azt, amit mond. Ez a rész itt nagyon tetszik. Jók a ruháj. Egy-két helyen amúgy ez a tűzeffekt egy kicsikét gagyin van megoldva, főleg a közelieknél, de amúgy nagyon jól néz ki. És azt kell mondjam, hogy ez a zene, ez igencsak odavág, jó lett. Tehát Hercegről azt kell tudni, és hát én azt merem róla feltételezni, és gondolom, nyomunk egy lájkot neki, hogy egyszerűen ez a srác, amit csinál itthon, konkrétan, közben itt a... nem tudom, hogy így kell megállítani. Szóval, hogy amit Herceg csinál itthon, vagy amit ő képvisel, az az igazi reggaeton, az igazi latin zene, nem ez a, ez a felhúzott istennyila, hanem ténylegesen ő azt a feelinget hozza, mint amúgy a Maluma is tudja hozni, vagy a Balvin. Tehát, hogy azért eléggé erősen hozza azt a reggaetont, amit én is hallgatok külföldieket. És nagyon erősen hozza. Misi nagyon jól illik a képbe, nem fogom misezni, mert ő Misi. Misi nagyon jól illik a képbe, jót hoz, szokványosan ugyanaz olyan szöveget, ami kicsikét ilyen elvont, introvertáltabb szövegek. De amúgy nagyon jó, ahogyan ez ki van alakítva. Nem tudom, hogy ezek a madarak most furrilott voltak-e, vagy se, de kurva jól megvan csinálva, hogy ugye ő lenne a jég és az éjszaka, a Herceg pedig a napfény és a tűz és a melegség. Szóval ne tessék félreérteni, tehát nem azért, nem úgy. De a lényeg az az, hogy jól megvan valósítva ez a videoklip. Ki csinálta? A Tóth Ádám a zene, az azért nem szar. Ki csinálta? Lehó csinálta. Hát igen, ebben most nagyon benne van a VFX-et, meg Galambos Geri. Úgyhogy nagyon jók lettek. Tényleg az effektek, a VFX-ek tényleg nagyon jól megvan csinálva. Kerek az egész, tényleg egyszerű, de nagyszerű. Nem gondolkodtak nagyon rajta sokat. De tegyük hozzá, hogy az effektek nagyon feldobják. Mondom, nekem ez a tüzes rész, ahol itt egy Hercegnek egy kicsikét közelebb itt a kezénél. Egy kicsit gagyi. Itt ez itt azért egy kicsit gagyi, de nem azért, mert most hú, nem tudta jobban megcsinálni, hanem egy kicsit gagyi lett. Nekem ott az nem tetszik, az nagyon látványosan rossz. De minden más nagyon egyben van. Nagyon viszi a fülem. Nekem szeretem az ilyen latinos zenéket, sokkal több megtekintést érdemelne, és minimum egy top 5-ben benne van nálam a felkapottakba. Sajnos Magyarországon a hülye zenének kell benne lenni az első 5-be. Ez egy ilyen dolog, és most ne értse félre, senki, nem bántok senkit. Herceg a sokkal több figyelmet érdemelne. Amúgy kapott ő figyelmet rendesen, tehát azért vannak neki több milliós dalai, de ez a zene kifejezetten több megtekintést érdemelne, de hát ez most így sikerült, milliós ez nem lesz, de most nem most még. De nagyon jó lett a zene, minden elismerésem is a srácoknak, kövessétek be Herceget is, Instagramon mindenhol elérhető, meg Miss is, nem tudom, hogy most elérhető vagy se, de Miss is általában össze-vissza van az életével, de ez nem azt jelenti, hogy egy bazinagyra tartott ember lenne, az, tehát nagyon nagy zenéket csinált, ő hozta be amúgy a trappet itthon, szóval ez kérdés nélkül, ez így van, úgyhogy ja. Nagyon jó a szöveg, behozza azt az igazi nyári feelingeket. Amúgy még igen, annyit akartam hozzátenni, közben ennyi mára, annyit akartam hozzátenni még, hogy amúgy Hercegnek a klipei alapjáraton is nagyon Amerika. Tehát nagyon-nagyon durván hozzák ezt a szintet. Tehát azt a szintet, amit odakint is csinálnak, brutálisan hozzák ezt a szintet Hercegék. Ő mindig erre odafigyelt, nem olyan gyakori nála, itt van amúgy a csatornája, tehát nem olyan gyakori nála
tehát a videóklip, mert 2 hónapja, mert 10 hónap, tehát egy kicsit el is volt tűnve, de most jó, ezt hagyjuk, ez az aranyesőt, mert ez nagyon rossz lett, de alapjáraton az ő szóló dalaihoz készült klipek nagyon nagyon adják, és arra érdemes odafigyelni. Úgyhogy ja, iratkozzatok fel Hercegre vagy Misre, ez egy jó dal lett. Következőkben nem tudom, hogy melyik dalt fogjuk majd mikroszkópcső alá venni, de ez egy nagyon-nagyon jó dal lett, egyben van effektekkel, vágásokkal, színekkel, mindennel együtt, és a zene is nagyon-nagyon hallgatható. Én pedig mára ennyi lettem volna, srácok, úgyhogy ja, ne felejtsetek el ténylegesen feliratkozni a csatornára, ha tetszett az egész, dobni egy lájkot, és hát iratkozzatok fel Hercegre is, vagy Misre, meg azért rám is. Ja, megkövessetek Instán, Csem24, találkozunk a következő videóban, szerbusztok, sziasztok!